Átabáta főként a gyerekek társaságát kereste, de azok vagy féltek tőle, vagy csúfolták. 2019-ben jelent meg a Sárközmesék című mesekönyve, ami 5 mesét tartalmaz. Apró mesék című rovatával szórakoztatta a karantén ideje alatt az egyik legnépszerűbb közösségi oldalon a követőit, és most megjelent a második könyve, ami egyben az első színezője, Átabáta a színrabló boszorkány címmel. Megjelent a Sárközmesék színező. Ez egy színezőkönyv, amelyben kimondottan az óvodás korosztályra próbáltam fókuszálni, óvodásokra, kisiskolásokra, és nekik írtam ezt a mesét. Átabáta a színrabló boszorkány története elevenedik meg a könyvben, és azt gondolom, hogy akik ezt olvassák, és akik ezt színezik, megismerkedhetnek a Sárköznek a csúfolóival, azzal a hagyományaival, a boszorkányokkal, mert hogy voltak a Sárközben is boszorkányok, még az 1800-as években is voltak boszorkányperek, Decsen is például, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy érdekes történet, és nagyon remélem, hogy tetszeni fog a gyerekeknek. Őcsényi lány vagyok eredetileg, Sárközből való. A gyermekkoromat is mindig így deszállás, illetve itt a környéken töltöttem, úgyhogy ezeket a népi hagyományokat, kultúrát én azt gondolom, hogy a gyermekkorban sikerült így magamba szippantanom, és mindig nagyon érdekelt. Egyszerűen ez olyan természetesen volt velem, és van velem, és tulajdonképpen egyfajta tisztelgés is ezek mellett, az értékek mellett, amit a Sárköz képvisel és a kultúrája képvisel, és azt gondolom, hogy nagyon megérdemli a figyelmet. Mesék pedig eddig még nem voltak, úgyhogy most ezek akkor az én nevemhez fűződnek. Történetek, hogy honnan is jönnek, mert hogy nem csak ilyen jellegű történeteket írtam, hanem például itt a Covid időszakban azért bennem is megelevenedtek olyan családi történetek, amiket apró mesék formájában a Hódi Kati Meséi című oldalon egyébként közzé is tettem, és úgy tűnt, hogy tetszett, volt rá fogadókészség. Egyébként tehát ezek a történetek sokszor nyilván a mi családunkból jönnek, gyermekeim kapcsán megélt helyzetek és történetek, illetve a Sárközmesék kapcsán azt tudom mondani, hogy a nagyszüleimtől, amit tanultam, tehát hogy ez a tudás és ezek az értékek is megtalálhatók a meséimben, illetve helytörténeti írásokat olvastam, tehát mindig is érdeklődtem a kultúránk iránt, és igyekeztem ezeket, például a Megcsodált lány története, a népi viselet, az egykézés megjelenik, tehát azt gondolom, hogy több forrásból is tájékozódom, és igyekszem ezeket aztán olyan módon beleszőni a történetekbe, hogy ez a gyerekek számára befogadható legyen, és élvezhető legyen. Első meséjét egy megadott témában írta, az egyik megyei könyvtár felhívására jelentkezve. Az írás az már régóta velem van, ez a hobbim igazából. Meséket 16 óta írok, 2016 óta, akkor egy megyei könyvtárnak egy felhívására írtam meg az első mesémet, addig még nem írtam soha mesét, verseket inkább, novellákat, és akkor ugye egy megadott gondolatmenet mentén kellett mesét írni, akkor külön díjra tartották érdemesnek a mesémet, és később aztán elgondolkodtam, hogy milyen az, hogyha a saját történetemet írom meg, amihez igazán kötődöm, ami így a gyermekkoromat, a hagyományaimat, az érdeklődésemet is felöleli, és így íródott meg először Kender Kócz története, aztán pedig a többi, a Megcsodált lány, a halászos mesém, a varázskeszeggel, úgyhogy ezek olyan figurák, akik azt gondolom, hogy körülvettek a gyermekkoromban, és ilyen mesék formájában aztán megvalósultak. Nem volt könnyű dolga a kiadatással, de céltudatos volt, és végül meglett a megoldás.
a könyv kapcsán ott az önkormányzatokat, tehát a polgármesteri hivatalokat, a sárközi települések polgármesteri hivatalait kerestem meg, és rendkívül hálás vagyok, hogy segítették is a könyvnek a megjelenését, később pedig lehetőséget is adtak rá, hogy bemutassam én ezt a könyvet, és megismertessem a közönséggel, úgyhogy ilyen módon aztán voltunk falunapokon, meg családi napokon a könyvemmel. Aztán most a színező kapcsán pedig házi gyermekorvos, aki segített a megvalósításban, illetve egy bátaszéki cég, aki még úgy gondolta, hogy érdemes támogatni ezt a színezőt. Turisztikai információs pontokban kaphatók ezek a mesekönyvek, illetve vannak mindig olyan segítőim igazából, könyvtárak, művelődési házak, akik segítenek a terjesztésben, mert hogy ez egy magánkiadásban és magánterjesztésben megjelent kötet, a mesekönyv is és a színező is. Hódi Kati nem bízza a véletlenre, általában első körben a családján teszteli munkáit. Elsősorban mindig a gyermekeimen tesztelem a meséimet, illetve a baráti körben szoktam még segítséget kérni, hogy valóban milyen hatást vált ki a gyerekekből egy-egy mese, és nagyon bíztatnak vele, hogy a boszorkányos mesém népszerű lesz, amit hát nagyon szeretnék is, hogyha így történne.